számodra. Jumbo, Jumbo Wote, Abarigami, Nzuri Sanam, Watu Wote, Mwakaribishwa, Afrika Yetu, Hakuna Matata, Jumbo! Leszállni a repülőről, ugye, mivel én itt szocializálódtam, itt nevelkedtem, itt nőttem, feljártam egyetembe, mindenféle iskolába. Leszálltam, az első kérdésem az volt édesapám, hogy hogy van itt ennyi fekete? És ilyen furcsa volt, mert ugye rengeteg fehér között éltem Magyarországon, és egyszer csak odaérkeztem, és ott volt egy csomó fekete ember, amit nekem így nagyjából helyre kellett rakni. Nyilván értettem én, hogy mi a helyzet, tehát Afrikában nyilván feketék élnek, tehát ezért nem is volt probléma. Van egy ilyen bizonyos kulturális sok, ami éri ilyenkor az ember, tehát ezt még régen a Rádió Café, Afrika Café című műsorában sokat beszélgettünk először oda látogató emberekkel, először Afrikában látogató emberekkel. Nekem is ez megvolt ez a sok, kialakultak a rokonokkal a személyes és mindenféle emberi kapcsolataim, és ettől a percet kezdve már úgy járok haza, úgy, és direkt mondom a hazát, mint amikor hazajövök Budapestre. Tehát nekem az is haza, ez is haza. Sorelnek volt egy álma, hogy kimenjen egy olimpiára. Főleg turistaként, de úgy túl drága. És ő vívott gyerekkorában, és kitalálta azt, hogy kongói vívó lesz. Úgyhogy én lettem a kongói köztársaság vívó válogatottjának egyik alapítója, ott bábáskodtam fölötte Brazzaville-ban, mert én is ki akartam jutni arra a bizonyos olimpiára. És amikor Sorel 1 perc 57 másodperc alatt képviselte hazáját ott Athénban, akkor olyan jó élmény volt. És utána megtanult síjelni is, mert azt hittük, hogy ő lesz Kongó első síjelője a torinói téli olimpián, és ott mondott nekem egy nagyon viccesnek tűnő, de számomra nagyon fontos mondatot. Amikor lement a sípályán Ausztriában, és mindenki őt forgatta, és mindenki felvette, ahogy milyen lassan megy, akkor a végén én, mint kongói csapatvezető, oda mentem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy Sorel, nem baj, hogy mindenki rajtunk nevet? Mert hogy mindenki rajtunk nevetett a kongói küldöttségen. És azt mondta nekem Sorel, nézd Vrtko, ez a legnagyobb bajunk nekünk magyaroknak, hogy nem tudunk egy jót röhögni, hogy állandóan panaszkodunk, hogyha nincs egy gondunk, találunk, hogy minden felmérés szerint, ajánlom figyelmükbe, egy ma kijött felmérés szerint is megint a legpesszimistább nép vagyunk, abban a rangsorban, ahol éppen vagyunk. Szóval Sorel azt mondta nekünk, hogy mi magyarok legalább most jót röhögünk. És ott álltam a hegyen diderekbe, és hallottam, ahogy ez a félvér fiatalember, Kembe Sorel, azt mondja Vujist Vrtkónak, hogy mi magyarok, és önfeledten elkezdtem nevetni, és boldog voltam, és én azt tanultam Afrikától, meg Gambiától, hogy ha amíg nevetni tudunk, addig nagy probléma nem lehet. És én ezt nem tudtam itthon megtanulni, ott viszont megtanultam. Maliban egy afrikai viszonylatban nagyon jó árvaházba, ami szerintem magyar viszonylatban sem rossz árvaház, figyelembe véve hazák jelenlegi állapotát, és ezt a kisbabát, ezt aznap tették le a küszöbre, és ott álltunk, és ezt a kisbabát egyszer csak a kezembe nyomták, és álltam ott, mint Pilátus a krédóban, és már mondták, hogy Alexander névet is adtak neki, de Keita egyébként a rendes neve, és a többi, és a többi, és akkor megtudtam azt, hogy tulajdonképpen az a jó, ha mindenki a saját hazájában nő fel, tehát ugye van ez az európai idiotizmus, hogy de szép fekete kisgyerek vigyük haza, és akkor becsomagolják, mint egy nippet, vagy egy elefántcsont agyarat, és nem gondolnak arra, hogy annak a kisgyereknek azért majd rengeteg mindennel meg kell küzdeni, azáltal, hogy egy másik kultúrába kerül, tehát sokkal helyesebb, ha egy havi szerény összeggel támogatjuk, ami nekünk valóban nem nagy összeg, ami ellenben Maliban elég arra, hogy ő normálisan fejlődjék. A másik ügye, ami pozitívum volt, hogy személyes kapcsolatban voltunk, tehát láttuk, hogy a támogatási összeggel mi történik, láttuk, hogy hova megy, ugye, és sőt,
néhány alkalommal még ilyen Skype kapcsolatba is tudtuk lépni az árvaházzal, ahol bemutatták a kis Alexandert, aki hát valóban impozánsan fejlődik. Sajnos a polgárháború folyamányaként az árvaházat felszámolták, próbáltuk kideríteni, hogy mi van, azt tudjuk, hogy talán Spanyolországba került nevelő szülőkhöz. Technikai megoldásokban segítettünk, főleg a nagyon pici falvakban, ami számunkra teljesen természetes, például egy csecsemőnek nem egészben adjuk be a gyógyszert, hanem előtt összetörjük. Ezt ott be kellett mutatni, be kellett magyarázni, hogy lehet az lassacskán is. Akkor például ilyen 2 decis, 1,5 decis joghurtos üvegeket tettünk, aminek is lukakat szurkáltunk a tetejére, vizet raktunk be, megmutattuk, hogy ezzel hogy lehet hatékonyan kezet mosni. A Magyar Afrika Tudástár egy olyan kezdeményezés, amelyben ingyen lehet majd kutatni, és ingyen lehet elérhető, vagy ingyen tesszük elérhetővé azt az eddig felhalmozódott tudásanyagot, ami Afrikáról íródott, ami Afrika kutatásából írásbeli eredményként megmaradt. Én azt gondolom, hogy azért fontos, hogy ez meglegyen, mert ez így, ez összegyűjtve soha sehol nem jelent még meg, és soha ingyen nem volt elérhető. Igyekszünk minden szerzővel, és igyekszünk minden cikkíróval, könyvíróval megegyezni abban, hogy ingyenesen, jogdíj nélkül használhassuk fel az ő írásaikat, és én azt gondolom, hogy ha azt akarjuk, hogy megismerjük Afrikát, ha azt akarjuk, hogy megismerjük az afrikai kultúrát, történelmet, sőt, akár ha csak azt akarjuk, hogy megismerjük azoknak a népeknek az országát, történelmét, akikkel ma kapcsolatot kell tartanunk, vagy adott esetben üzletet kell kötnünk, ez egy olyan helye lesz az internetnek, egy olyan oldala, amin ezt könnyen, egyszerűen és egyértelműen meg lehet majd találni. 1901-ben 5 részben egy monográfia méretű tanulmánysorozat jelent meg, tehát a Dél-Afrikának a gazdasági helyzetéről, politikai berendezkedéséről, export-importjáról, és folytathatnánk a sort, ami úgy gondolom, hogy még ma is tanulságos anyag elővenni, hogy Dél-Afrika honnan, hová kerül. Természetesen további metszeteket kell megtalálni, az is van, mert vannak gazdasági folyóirataink, amiben időről időre írnak Dél-Afrikáról. Tehát majdnem most mondom, hogy össze lehet egy metszet sorozatot rakni, amiből megint fejlődési vonalakat tudunk ókumulálni, amelyek mindenképpen nem csak a tudomány, hanem esetleg a napi gazdasági élet szempontjából is érdekesek lehetnek. Megkérlek titeket, hogy e szakmai segítséggel indítsátok útjára a Magyar Afrika Tudástár. Most! Dolgozunk a civil szervezetekkel, gyakorlatilag az Afrika Platform, az AHU és számos Afrikával foglalkozó egyesület, civil szervezet, folyamatosan konzultációban vagyunk, együtt dolgozzuk ki a stratégiákat, úgyhogy mi ennek nagyon örülünk, hogy a kutatók, akikkel szintén együtt dolgozunk, idáig jutottak és összetalálkozott a egyik civil szervezet a kutatók igényeivel, és ez nagyon fontos. Egy kicsit kimaradt az érdeklődésből eddig. Budapest Afrika Fórumot szervezünk a külügyminisztérium részéről. Ez pont azt szolgálja, hogy felhívjuk a figyelmet Afrikára. A tudástár egy csodálatos dolog lesz, ami ha felhívjuk a figyelmet, akkor mindenki számára lesz hova nyúlni. Meg tudják találni az ismeretanyagot. És akkor nincs más hátra, mint hogy elinduljunk olyanoknak a nyomába, mint Tordai Emil. Africa collection, dancing.